Az elmúlt évek tapasztalatai szerint azokon a helyeken, ahol szelektíven gyűjtik a biohulladékot, kevesebb a háztartási hulladék. Ez azért fontos, mert a nyíregyházi szemétlerakókat átlagosan 15 évre tervezték, mégis 6-8 év alatt beteltek. A 10 000 biokuka szétosztásával teljes körűvé válik a szelektív hulladékgyűjtés a megyeszékhelyen. A gyűjtők szétosztásáról a városlakókat levélben értesítik. Március 1-től újabb 10 000 kuka biztosításával teljes körűvé válik a családi házas övezetekben a hulladékgyűjtés. Az eddig körülbelül fele részben volt meg, 2004-ben kezdődött. Az elmúlt évek bizonyították ennek a szükségességét és a hasznosságát is, meg hát az elmúlt években folyamatosan jelezték az itt élő lakosok, ezekben a városrészekben élő lakosok, hogy szeretnék ők is részt venni ebbe a biohulladék gyűjtésben. Ennek köszönhetően a városban újonnan kialakított lerakóba kerülő hulladékmennyiség tovább csökkenhet, amely törvényi kötelezettség is. 2011. júliusáig a városi lebomló anyagok mértékét 35%-ra kell csökkenteni. A városvezetés fontosnak tartja továbbá, hogy megfelelően dolgozzák fel a biohulladékot a komposzttelepen. A végtermék egy részét a tervek szerint értékesítik majd, a többit a város parkosítására használják fel.